Szeretnél videózni, de nincs ötleted, nem tudod, milyen formátumok működnek a YouTube-on, és nem tudod, hogy melyik irányba indítsd el a csatornát. Jó hír, hogy összegyűjtöttem neked ezeket, így neked csak ki kell választani azt, amelyik tetszik, és már is megcsinálhatod. Úgyhogy vágjunk is bele! Üdvözlök mindenkit, én Szabó Viktor vagyok, mostanában foglalkozom így a YouTube-bal, úgyhogy összeszedtem 10 plusz 1 olyan YouTube-os témakört, amit megéri feldolgozni, amiben megéri csatornát indítani. Nem biztos, hogy jelenleg megéri, de egyébként tök jó műfajok és tök hálásak, úgyhogy rengetegen csinálják, és lehet még egyedibben is csinálni, mint ahogy ők csinálják. Úgyhogy nézzük a listát! Első! Storytime videók, azaz a történet mesélés, mesélj el valamit, ami veled történt, vágóképekkel is mindennel fel tudod dobni, és ha jó, vagy vicces, vagy tanulságos a sztorid, akkor működni fog, és szeretni fogják az emberek. Fontos, hogy ezt mindenképp arccal vállald, arc nélkül nem olyan jó történetmesélést hallgatni. Második műfaj, az edukatív videók. Ezekben utazom én is, valamit taníts, valamit mutass meg, hogyan kell megcsinálni, hogyan kell elsajátítani. Hogyha például az én fotós videóim nézzük, ott is vannak tippek, trükkök, bár én nem arra próbálok rámenni, hanem inkább ilyen sztorid videókat csinálok fotó témában mostanában, viszont a YouTube-os témakört, ha megnézitek, a lejátszási lista itt van egyébként a leírásban, ott ilyen edukatív videók vannak, tippeket és trükköket adok, hogy lehet csatornát építeni, hogy érdemes és milyen kis apró fázisai vannak, úgyhogy ez is egy remek műfaj, bárkinek ajánlom, aki tud valamit és szeretné megosztani a többiekkel. Harmadik témakör a kihívás videók, ezeket is lehet egyedien csinálni, illetve meg lehet csinálni nagyon jókra. Nagyon remek példa erre a Funmade Makernek a tavaly nyári, azt hiszem 2020 nyári videói, amik remek kihívás videók voltak, úgyhogy ha ezek érdekelnek, mindenképp csekkold a csatornáját, lehet ezt egyedien is csinálni, nem muszáj beállni a sorba és legyártani ugyanazt a kontentet. Következő, ami nagyon érdekes lehet, a kulisszák mögötti videók, ezek nagyon izgalmas dolgok, és nálam is találhattok ilyeneket, például a Werk videóim formájában, ahol megnézhettek egy profi klipforgatást, illetve van még több ilyen videóm, de hogyha olyan a szakmád, tegyük fel repülőgéppilóta vagy tegyük fel futár vagy, ez a két magyar példa egyébként elég népszerű, akkor megmutathatod a hétköznapjaid, bemutathatsz a szakma mögé, hogyha például filmrendező vagy, akkor megmutathatod a verket, hogyha mondjuk fotós vagy, akkor is mutathatsz verket. Szóval egy csomó témában működik ez a műfaj, bemutathatsz kicsit a kulisszák mögé az embereknek, olyan dolgokat megmutathatsz, amit amúgy nem látnának vagy nem gondolnának a szakmádról, ez egy nagyon érdekes és hálás téma. Top 10-es listák, erről nem is kell sokat beszélni, nyilván ez is egy ilyen top 10-es lista, annyit javasolok, hogy ne külföldről lopj egy videót és fordítsd le magyarra, mert az elég gagyi és a YouTube is büntetheti, állíts össze egy saját listát, érdemes olyan témakörökből listát építeni, amik téged is érdekelnek, engem például nagyon érdekelnek itt a YouTube videó ötletek és a műfajok ötletei, szóval én ezért raktam össze ezt a kis videót, illetve én gyűjtök csatorna ötleteket is, úgyhogy hamarosan, ha lesz egy ilyen 10-es csokor, akkor megosztom veletek, ugyanis van rengeteg olyan ötletem, amit én nem tudok megvalósítani, mert mondjuk nem értek a témához, viszont egy tök jó ötlet lehet másnak, úgyhogy hamarosan ebből is jön videó. A következő egy specifikus műfaj, ugyanis ha tehetséges vagy valamiben, akkor azt mutasd meg a többieknek. Ilyen például Magyarországon az egyik bűvésznek a csatornája, aki bűvész trükköket mutogat, és tök jól megy neki, és hát nyilván ő nyert pár versenyt, úgyhogy nyilván ezért tudja ezeket bemutatni, de ha zenész vagy, művész vagy, rajzolsz, festesz, azokat is megmutathatod, összekötheted a kulisszák mögötti videókkal is, tehát kirakhatod a készművet, kirakhatod a verket, úgyhogy számtalan lehetőség van ebben, hogyha van valami nagy tehetséged, akkor azt mindenképp mutasd meg az embereknek, hogy ők is tudjanak róla. Következő téma, amit sokan elítélhetnek, lovagold meg a trendeket és reagálj aktualitásokra, mondd el a véleményed. Nyilván nem mindegy, hogy tálalod, rendkívül népszerű most ez a műfaj, lásd a fókuszcsoportot, akik ezzel már lassan a 100 000 feliratkozót verdesik, és még számtalan hazai képviselője van ennek a műfajnak, de mindig elfér még új ember, új látásmódok, új vélemények, úgyhogy ez is megéri. Nyilván egy összeszedett vélemény kell, egy stabil, jól megfogalmazott,
tényleg eredeti vélemény. Úgyhogy ha csak azt tudod elismételni, amit ők elismételnek, vagy a fókuszcsoport elismétel, akkor nyilván ne indíts ilyen csatornát. Nekem is van egyébként ilyen véleményes videóm, hogyha van olyan téma, amiről tudok beszélni, és szeretnék is beszélni, akkor nyilván ezt elmondom, amúgy meg nem mondok mindenről véleményt, úgyhogy ez egy óvatos műfaj. Óvatos műfaj, van ilyen? Nyilván ezt a műfajt óvatosan kell művelni, de elég hálás tud lenni, hogyha befut vele az ember. A következő a lifehack videók, ez nagyjából a tehetség megmutatásával egyenlő. Szerintem, hogyha tudsz ilyen lifehackeket, akkor nyilván ezeket is mutasd meg, valósítsd meg, úgyhogy ne az legyen itt is, hogy egy külföldi videóról lemásolod és lefordítod, hanem tényleg önerőből rakd össze ezeket a videókat. A következő a vlogok. Nekem is vannak egyébként vlogjaim, régen is voltak, nagyon-nagyon régen, még mikor nem volt népszerű vlogolni, én már akkor elkezdtem, ezeket már nem találod meg a YouTube-on, viszont a cinematic vlogjaimat, amik a Mood Diary sorozatban vannak, azokat megtalálod, linkelem a leírásban, úgyhogy lehet egyedien is vlogolni, hogyha van egy egyedi stílusod, ha van egy egyedi karaktered, akkor az tök jól mutat, illetve van egy képi világod, az is jól mutathat, de tényleg ne vlogolj így a semmiről. Nekem is tűnhet úgy a Mood Diary-ben, hogy semmi nem történik, de ezek ilyen hangulat videók, úgyhogy én próbálom a hangulatot átadni. Egyébként podcastben meg mindenhol beszéltem már erről a sorozatról, úgyhogy akit érdekel, az dobjon egy kommentet és elküldöm neki. Következő műfaj a tech videók, nagyon-nagyon-nagyon nehéz ide bekerülni és elkezdeni, hiszen tech cuccok kellenek. Olyan tech cuccok, amik aktuálisak, amik népszerűek és amikre rákeresnek az emberek. Szerintem az egyik legnehezebb ezt a műfajt jelenleg elkezdeni, ugyanis Magyarország elég pici ország, itt nem kapunk olyan sok tech terméket, illetve ha kapunk is, azt megkapják a nagyok, ő, meg ő. Ezek a csatornák nagyon szárnyalnak, egyébként meg ezek nagyon minőségi kontentek, szóval, hogyha szeretnél tech videókat nézni, és nem feltétlen elkezdeni ebben videózni, akkor ezt a három csatornát mindenképp ajánlom, csekkold őket, én ezeket fogyasztom tech téren, viszont ez három felsorolt csatorna, úgyhogy bőven van még mellette hely, de nagyon nehéz elkezdeni, viszont ha érdekel a tech, akkor mindenképpen csap bele. És az utolsó, amit fiúknak és lányoknak is egyaránt lehet ajánlani, hiszen egyik szerintem legjobb hazai képviselője fiú, ezek a főzős csatornák. Számtalan rossz példa van, de szerintem könnyű kitűnni, hiszen annyi a rossz példa, hogy ha te kiemelkedően jó vagy, akkor tök könnyű feltörni. Fontos leszögeznem, amiket linkelek itt a leírásban a csatornák, és amiket elmondtam csatornák, azokat nem egy az egyben lemásolni, lekoppintani kell, hanem ezek inspirációk, hogy így is lehet csinálni Magyarországon, de nézd sok külföldi csatornát, nézd meg, hogy külföldön hogy csinálják, hiszen ott ennél is profibbak, úgyhogy mindenképp nézz szét, és ezek a műfajok tényleg csak ilyen, nincsenek kőbevésve, csinálhatsz bármit a csatornádon, de ezek irányvonalnak egy tök jó, szerintem egy tök jó lista. Úgyhogy, ha kimaradt valami a listáról, akkor mindenképp dob le kommentbe, hogy hé, elfelejtetted ezt a kategóriát, és azonnal válaszolok rá, illetve minden kommentre válaszolok, úgyhogy ha kérdésed van, nyugodtan dob le kommentbe, én Szabó Viktor vagyok, köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Halló!